Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blik Podcastje április 12-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Sellei Noémi. Ma arról beszélgetünk, hogy a tervek szerint április 19-én újra nyitnak az általános iskolák. Vajon korai még a nyitás, vagy most már szükség van rá? Hiszen lássuk be, most arra a szülők és a diákok is nehezen bírják az otthoni tanulással járó terheket. Az adás végén pedig dr. Póta György házi gyermekorvos beszél a gyermekek helyzetéről a koronavírus harmadik hullámában. Vágjunk is bele! Hát az utóbbi két hétben egyre több szó esik az iskolák újranyitásáról, többek között a PDS, illetve az Adom Diák mozgalom sem támogatja azt, hogy újra kinyissák az iskolákat. Az utóbbi szervezet létrehozott egy Facebook eseményt is, amiben arra kérik a diákokat, hogy ne menjenek iskolába, inkább folytassák az otthoni tanulást. A középiskolások egyik követelése úgy tűnik, hogy teljesült is, hiszen nekik folytatódik az online oktatás otthon, viszont az általános iskolás diákoknak a tervek szerint április 19-én újra be kell menniük a suliba, illetve ugye az óvodákat is újra megnyitják. Azt szerintem biztos, hogy egyes családoknak ez nagy könnyebbség lesz. Hetek óta a munka mellett a szülőknek még tanárként is helyt kell állniuk, ami hát rendkívül kimerítő lehet. Én nem egy anyukáról vagy apukáról olvastam, akik mondjuk a közösségi oldalon fakadtak ki, de a saját környezetemben is azért tapasztaltam és hallok ilyenről, hogy a szülők élete most konkrétan a robotolásból áll. Ahogy te is mondtad, egyszerre kell helytállniuk a munkában, folyamatosan főzniük kell otthon, mosni, takarítani, és ugye tanárként is segíteni a gyerekeket otthon. Ráadásul sokan kényszerültek kivenni a szabadságaikat is. Csak úgy, mint tavaly, akkor is ezt történt, hogy egy idő után már a szülők a szabadságaikat vették ki, hogy hely tudjanak állni itt is, ott is. De hát azért ott van az érem másik oldala, azt is lássuk be, hogy a gyerekek között terjed a leggyorsabban a vírus, és az utóbbi napokban sem igazán csökkentek még a számok, így azért lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott ez az újranyitás. Legalábbis a virológusok többsége is azt mondja azért, hogy orvosi szempontból nem ajánlatos az iskolákat most megnyitni. Valaki szeptemberig lakat alatt tartaná a sulikat. Ahogy említetted is, nem igazán látjuk, hogy a számok csökkennének, hiába oltják tömegével az embereket, viszont az oltásban még nincsenek benne a gyerekek. Ráadásul az is kérdés, hogy hány tanár tudnak ugye beoltani addig, de hát ugye azt is tudjuk már, hogy a védettség egy oltás után nem alakul ki, szóval hiába lesz mondjuk a tanárok mindegyikének meg az első oltása, még akkor sem lélegezhetnek fel. Köztes megoldás pedig ebben az esetben nem létezik, annak sem lenne most értelme, hogy egyik nap digitális oktatás lenne, másik nap suliba kéne menni, mert hát ugye fertőzés veszélynek ebben a helyzetben is ki lennének téve a gyerekek és a tanárok, tehát itt marad a mindent, vagy semmit elv, vagy mennek a gyerekek, vagy nem. Azt biztosan tudjuk, hogy a brit mutáns a gyerekekre is veszélyesebb, mint ugye a korábbi koronavírus variánsok. Ráadásul a szakemberek szerint, mivel nagy közösségekben vannak maguk a gyerekek, ők is fertőzhetnek a leginkább. Nehéz helyzetben vannak persze az otthon egyedül helytálló szülők, akiknek többször ebben is helyt kell állni, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a vírus továbbra is gyorsan terjed, és ismét közelíti a halottak száma 300-at. Ez azért elég riasztó szerintem. Ha ki is nyitnak az iskolák jövő héten, akkor pedig talán azt tudjuk javasolni a szülőknek, hogy viselkedjenek felelősségteljesen. Kicsit talán aggódjanak jobban, mint eddig szoktak, ha lehet ilyet mondani. Ha a gyerekükön bármilyen tünetet tapasztalnak, jól fel nem küldik inkább iskolába, tényleg legyen szó a gyártalmatlannak tűnő köhögésről, vagy egy kis hőemelkedésről, ami nem biztos, hogy koronavírus, lehet csak egy megfázás, de akkor is most ebben az időszakban jobb félni, mint megijedni. Az orvosok tanácsait szerintem nem szabadna figyelmen kívül hagyni. Hallgassuk most meg egy házi gyermekorvos a témában. Dr. Póta Györggyel beszélgettem arról, szerinte orvosi szempontból érdemes-e megnyitni az iskolákat, mi lesz az érettségizőkkel, és hol tartanak most a vakcinagyártók a vizsgálatokban annak tekintetében, hogy gyerekeket életkor szerint mikor és milyen vakcinával lehetne majd beoltani. Jó napot kívánok! Ugye a felnőttek esetében már tudjuk, hogy a koronavírus brit változata veszélyesebb rájuk nézve, mint a korábbiak. Mi a helyzet a gyerekekkel? Hasonló a helyzet, mint a felnőtteknél. Én inkább úgy mondom, hogy a veszélyesebb alatt inkább azt kell érteni, hogy azzal, hogy sokkal többen kapják el, nyilvánvalóan, hogy a százalékok szerint is jóval több lesz
a súlyos lefolyású eset, mint az előző időszakban volt. Ugyanezt látjuk gyerekeknél, talán annyival lehet azt mondani, hogy rosszabb a helyzet, hogy az előző időszakban, tehát olyan novemberig bezárólag, november-december, a gyerekeknél nem találkoztunk nagy tömegben súlyos lefolyással. Nem véletlen, hogy ugye egy kicsit át is ment a köztudatba, hogy hát a koronavírus a gyerekekre nézve nem veszélyes. Tudtuk, hogy ez nem igaz, de nem találkoztunk ilyen tömegben a súlyosabb lefolyással. Most azt kell mondanom, hogy a gyerekeknél is hasonló arányban megjelennek a kórházi kezeléseket igénylő esetek, mint az átlagos felnőtt korosztályban. Ön a saját praxisában is találkozott olyan esetekkel gyerekeknél, amikor súlyosabb lefolyású volt a fertőzöttség? Azt kell mondom, hogy hála Istennek olyan súlyosságú, amelyik intenzív kezelést igényelt volna, vagy pláne lélegeztetőgép, ez szerencsére nekem nem volt ilyen a praxisomban. Az, hogy sokkal több a pozitív, az 4-5-szöröse az előzőeknek, tehát tényleg lényegesen több, és azért a komolyabb tünetekkel találkozunk. Egyelőre szerencsére minden gyerek, aki hozzám tartozik, az végül is nagyobb baj nélkül egyelőre, azt kell mondani, meggyógyult, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy ez így lesz ezután is. Az Egyesült Államokban az iskola nyitási akarat változik a brit mutáns jelenléte miatt. A jelenlegi itthoni számokat elnézve, ön szerint jó döntés lenne még áprilisban az iskolákat kinyitni? Hogyan látja ezt orvosi szempontból? Köszönöm, hogy így mondta, hogy orvosi szempontból, mert nyilvánvalóan egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ugye itt egyik oldalon van egy orvosi járványügyi szempont, a másik oldalon pedig van egy életmód, gazdaság és egyéb szempont, és a kettő egymás ellen hat. Orvosi szempontból azt kell mondanom, hogy valószínűleg, hogy 2 hét múlva, mert ugye most pont 2 hét múlva már beleléptünk ebbe az időszakba, még egyáltalán nem lesz olyan biztonság Magyarországon, hogy egy ilyen fokú nyitásnak ne lehessenek meg a negatív következményei. A gyermekorvosok hogy állnak most az oltás kérdésköréhez? A gyerekek esetében is szükséges lenne mi hamarabb elkezdeni az oltást? Igen, egyértelműen. Egyrészt azért, amiről az előbb beszélgettünk, hogy miután most már a gyerekek is ténylegesen és komolyabban megbetegszenek, tehát egyértelműen, hogy őket is védeni kell, ugyanúgy, mint az összes többi 18 év fölötti magyar állampolgárt, és a másik, amiről sokszor szakemberek többet beszéltünk már, hogy ahhoz, hogy egy igazi nyáimmunitás kialakuljon, illetve hogy a vírusnak az intenzív terjedését meg tudjuk állítani, ahhoz viszont elengedhetetlennek gondolom és tartom a gyerekeknek is a beoltását, lévén, hogy azt tudjuk, hogy az egyik legnagyobb ugye transporter, tehát akin keresztül megy a vírus, az a közösségbe járó gyerekek. Ebből következik, hogy ha ezt nem tudjuk megállítani, akkor a vírus terjedése nem fog csökkenni, hiába lesznek majd egyre többen beoltottak, addig, amíg mindenki nem lesz beoltva a felnőttek közül, addig, és a gyerekek akkor is betegek lesznek. Tehát magyarul ez egy abszurdum helyzet, mindenképpen be kell oltani. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy minél előbb az engedéllyel rendelkező oltóanyaggal már a 16 éves kortól kezdjünk oltani, akár bármelyik pillanatban. Én felvetettem, és most is elmondom, hogy szerintem az érettségi egyik legjobb megoldása az lenne, az érettségi körüli mizéria vita egyik legjobb megoldása az lenne, ha a pedagógusokkal együtt egy héten belül elkezdenék az érettségizőket oltani. Simán meg lehetne oldani ezt a feladatot úgy, hogy az érettségizőket is gyorsan beoltják. Legalább az első oltásnak már 2-3 hete benne van a gyerekben, és nyugodtan lehetne, nem kellene félni mindenkinek az érettségitől. És amint engedélyt kapnak az oltóanyagok a 18 év alattiak oltására, úgy folyamatosan oltani, el kellene kezdeni oltani a gyerekeket. Jelenleg most akkor az engedélyre várunk a gyerekek esetében? Igen.
Igen, egyelőre csak a Pfizer oltóanyagnak van 16 éves kortól engedélye, tehát a hivatalos használati engedélye az 16 éves kortól szól. Magyarországon ugye csak 18-tól oltunk, de neki van. Egyelőre a többi oltóanyagnak, illetve a Pfizernél is a 16 évnél fiatalabb korosztályra vannak előre haladott és nagyon jó eredményeket mutató vizsgálatai, de hivatalosan engedély, tehát a gyógyszer engedélyezésnél még a 16, na, a Pfizernél a 16, a többieknél a 18 éves kor számít, tehát jelenleg még nem rendelkeznek az oltóanyagok olyan engedéllyel, hogy a gyerekeket oltsuk. A vizsgálatok folynak, én ezért mondom, hogy reményeim szerint minél hamarabb folyamatosan meg fogják kapni majd a vizsgálatok alapján ezeket az engedélyeket, és akkor fel tudjuk használni már a gyerekek oltására az oltóanyagokat. Köszönjük, hogy a Blik podcastjét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!